Késlelteti a Hamász az újabb izraeli túszok szabadon engedését. A palesztin terrorszervezet szerint ugyanis Izrael nem tartja tiszteletben a humanitárius segélyek szétosztására vonatkozó megállapodást. Izrael viszont azt állítja, hogy 200 teherautónyi segély érkezett Gázába azóta, hogy életbe lépett a tűzszünet. A tegnap szabadon engedett 13 izraeli túsz közben átesett az első orvosi vizsgálatokon. 49 nap távollét után péntek este találkozhatott ismét édesapjával, a 9 éves Ohad Munder. A kisfiút édesanyjával és nagyanyjával együtt október 7-én egy dél-izraeli kibuszból hurcolták el Gázába a Hamász fegyveresei. A fogolycsere első napján mindhárman hazatérhettek. A Hamász egy videófelvételt is közzétett arról, ahogyan átadják az első 13 túszt a Vörös Kereszt képviselőinek. Az iszlamista szervezet vállalta, hogy a pénteken életbe lépett 4 napos tűzszünet ideje alatt szabadon enged 50 elhurcolt nőt és gyermeket. Cserébe az izraeli hatóságok 150 palesztin nő és 10 éves fiatal előtt nyitják meg a börtönök kapuit. Az első 13 izraeli túsz mellett a bangkoki kormánnyal kötött különalkú alapján 10 tajföldi és egy Fülöp-szigeteki állampolgár is kiszabadult a Hamász fogságából. A civileket a Vörös Kereszt járműveivel vitték át Egyiptomba, ahol az izraeli különleges erők már várták őket. A Petah Tikvai gyermekkórház előtt összegyűlt tömeg üdvrivalgással fogadta a hazatérőket szállító katonai helikoptert. A túszokat 4 egészségügyi intézményben helyezték el, néhány napig ott is maradnak. Kórházi források szerint viszonylag jó fizikai állapotban vannak, ám az átélt megrázkódtatást még fel kell dolgozniuk. Kiszabadítottuk a túszok első csoportját. Gyermekek és nők, édesanyák térhettek haza. A túszok hozzátartozói és egész Izrael biztos lehet benne. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy mindenkit hazahozzunk. Ez a háború elsődleges célja, és mi ezt teljesíteni fogjuk, jelentette ki péntek este Benjamin Netanyahu izraeli kormányfő. A megszállt Cisjordánia városaiban hajnalig tartott az ünneplés. A megállapodás értelmében az izraeli hatóságok pénteken 24 bebörtönzött nőt és 15 tinédzsert helyeztek szabadlábra, akiket hősként fogadtak otthon. Nagyon boldogak voltunk, amikor végre bejelentették a fogolycserét, de az örömünket beárnyékolja az, ami Gázában történik, a sok halott, az embertelen körülmények, mondta az egyik hazaengedett fiatal lány apja. Szombaton újabb üzemanyagot és humanitárius segélyt szállító teherautók léptek be a gázai övezetbe. Izrael közölte, hogy már több mint 200 kamiont engedtek át a lezárt határon. A Hamász azonban délután bejelentette, elhalasztják a szombati fogolycserét, mivel Izrael akadályozza a segélyek eljutását az övezet északi részébe, és ezzel megszegi a megállapodást. A Cisjordánia területén lévő izraeli Ofer börtönbe már átszállították azt a 42 palesztin foglyot, akiket a Hamász által megnevezett újabb 13 túszért cserébe szombaton helyeznének szabadlábra. Sötétedés után összecsapás robbant ki a börtönnél várakozó palesztinok és az izraeli biztonsági erők között. Közben a konfliktusban közvetítő katari küldöttség a fegyvernyugvás meghosszabbításáról tárgyal az izraeli kormánnyal. Korábban Izrael jelezte, hogy minden újabb 10 elengedett túszért egy nappal meghosszabbíthatnák a tűzszünetet, ám egyelőre az sem biztos, hogy sikerül végigvinni az eredeti megállapodást.